Ezennel kezdetét veszi a itt a 93.4-en. Köszöntjük a kedves hallgatókat és a Dabas Televízió nézőit. Stúdiónk vendége már Kőszegi Zoltán, Dabasváros polgármestere, Jolger Zoltán. Szép napot, szép hetet kívánok mindenkinek, és biztonságos napot és biztonságos hetet minden rádióhallgatónak és televízió nézőnek. Nyilván ismételten a járványügyi helyzettel kapcsolatban beszélünk az aktuális dolgokról. Nyilván ami a legfontosabb, hogy hogyan alakult, hogyan sikerült ez a, a, az országos kihirdetett kiárási korlátozással kapcsolatos változások Dabason. Igen, a, az országoshoz képest volt szigorítás is, illetve bizonyos engedmények is voltak, bár az idősekre vonatkoztatva inkább szigorításnak tekinthető ez is. Az emberek többsége viszont jól vette azt, hogy, hogy a vásárlási lehetőségeket kibővítettük. Tehát ez a, most éjfélkor lejárt ez a, ez a különös szabály, ami csak vonatkozott, ugye a központi intézkedésektől eltérően. Tehát eredetileg most visszatér minden az eredeti kerékbárregásba a központi intézkedések szerint. Most délelőtt nem vásárolhatnak a 65 év alattiak, a 65 év felettiek mehetnek be az üzletekbe vásárolni, ebbe a gyógyszertárba. Szerintem jó lenne, hogy ez megmaradna, tehát a visszajelzések alapján sokan így értékelték, azonban egyenlőre ezek a szabályok érvényesek, tehát most hétfő reggeltől egész héten, hétvégéig ugyanúgy, ugyanabban a rendben lehet vásárolni, mint korábban. A hétvégi szabályok szerint ez úgy történt, hogy 8 és 10 között vásárolhattak a 65 évnél idősebbek, és az annál fiatalabbak pedig 8 óra előtt, illetve 10 óra után vehették igénybe a szolgáltatásokat, illetve vásárolhattak. Azt hiszem, hogy ez az üzletvezetőknek, üzlettulajdonosoknak is, és az emberek nagyon nagy többségének is egy jó változás volt. Ezt szeretnénk majd a következő hétvégén is, amennyiben a jogszabály erre lehetőséget enged visszahozni. Nem kizárt, hogy hétközben esetleg lesz módosítás, ami egy központi módosítás, erről most én egyelőre nem tudok beszámolni, de tehát az országos csatornák is, és a dabas Rádió és Televízió is beszámol majd erről, hogyha ez megtörténne. A járványhelyzet alakulásáról két mondatot. Abszolút pozitív volt a hétvége, tehát újabb karantén elrendelése nem történt meg, sem abból azokból, hogy valaki fertőzött lett, sem abból azokból, hogy megfigyelés céljával el kellett volna rendelni. Tehát a, a korábban utoljára pénteken Mondott szám, az igaz. Tehát tíz alatt vagyunk, kilenc elrendelt karantén van, ebből három fertőzött és hét pedig megfigyelés alatt lévő ö, hatósági karantén. És ö, azt a jó hírt újra megerősíteném, amit mondtam, hogy a legidősebb ö, koronavírus fertőzött Dabasi polgártársunk meggyógyult, rendben van, ö, feloldották a karantént, és a családdal egyeztetve, megszerveztük azt, hogy, hogy a teljes feltötenítés történjen a, a, az otthonukban. Ez amint megtörténik, akkor ez a minden bizonyosan a mai nap megtörténik, akkor teljes biztonsággal ők is kiléphetnek, tehát a, a legcsekélyebb 0,1%-a sincs annak, hogy ők bármilyen ruhadarabon vagy valamin keresztül esetleg fertőzést vinnének ki, bár a szakemberek azt mondják, hogy ennek már most nincs esélye, de biztonság kedvéért az ő megnyugtatásukra is, és mindannyiunk megnyugtatása céljából ezt megtesszük, hiszen van ilyen eszközünk a kisebb teljesítményű ózongenerátorral ezt az otthonukban meg tudjuk tenni abszolút biztonsággal. Úgyhogy jobbulást kívánok Imre bátyámnak, további teljes felépülést, mert még azért gyenge egy picit, és hát a többi karanténosnak is azt kívánom, aki tünetmentes volt, vagy valószínűleg nem fertőzött, csak megfigyelés alatt van, hogy ez maradjon így, tehát ne legyen rosszabb a helyzet, és a, a három vírusfertőzöttnél pedig azt kívánom, hogy minél előbbi kigyógyulás és felépülés következzen be. Hát, hogyha ezt tudjuk tartani, ezeket a szabályokat, amiket bevezettünk, és annyira következetes tud lenni a várospolgárság, a város családjai, akkor jó eséllyel mi ezt a görbét tudjuk tartani, és nem terheljük az országos egészségügyi ellátórendszert, és a saját ellátórendszerünknek a működése is abszolút stabil és biztonságos. Ez értendő a szakorvosi rendőrintézetre, a háziorvosi szolgálatokra, a családsegítő központunknak a mindennapos szolgálatára, és természetesen a két időség otthonára is. Ott sincsenek újabb negatív hírek, onnan is csak jó híreket kapok, úgyhogy minden elismerésem az ottani vezetőké és az ott dolgozóké, és hát ez is látszik, hogy a, a, a szigorú szabálybetartás, a fegyelmezettség, a következetesség az milyen eredményt tud hozni. Én azt hiszem, hogy ahogy látjuk itt Közép-Európában és Magyarországon is a, a vírussal kapcsolatos fejleményeket, hogy, hogy még nem dőlhetünk hátra. Tehát a következő egy-két hét, egy hét az mindenképpen még ugye a prognózisok szerint egy bizonyos mértékű emelkedést fog mutatni, és a veszély továbbra is fennáll. Ezért azt kérem mindenkitől, hogy tartsa be a szabályokat. A hétvégén hozott szigorító intézkedések közül ugye a maszk kötelező használatát én szeretném kérni, ez most kérés, szeretném kérni mindenkitől, hogy ha már nagy valószínűséggel mindenki be tudott szerezni maszkot, vagy, vagy, vagy az önkormányzat segítségével, vagy más csatornán keresztül mindenki rendelkezik maszkal, akinek ki kell mozdulni az otthonából, én azt kérném, hogy akkor ezt használják a továbbiakban is. Tehát ezt a biztonságot fenn kellene tartanunk vigyázzunk egymásra, és vigyázzunk magunkra továbbra is, nagyon fontos. Nem csak megérzés, hanem most már a, az európai és magyarországi folyamatokat, és az ember pedig Pest megyei és Dabasi folyamatokat látva, egyre inkább beszélhetünk majd arról, hogy, hogy kezdünk kilábalni ebből a problémából, de szerintem ez majd a itt a rádiós beszélgetésünknek a témája majd elsősorban a hétvégén, vagy majd a jövő héten lehet, amikor már a további fejleményekről tudunk beszélni, és hogyan alakul majd az átmenet. Most itt ezen a hétfő, szép hétfő reggeli napon azt tudom mondani, hogy a veszélyhelyzet továbbra is vennál ugyanazok a szabályok vannak érvényben, mint korábban. Próbáljuk a, a társadalmi <coughs> szabályokat betartani. Én megint csak a közlekedési példát hoznám fel, Ugye azért vannak a Facebookon lehet látni olyanokat, akik, akik próbálják ezt az egész intézkedés rendszert bírálni, vagy akár egyes pontokon nevetségesé is tenni. Én azt gondolom, hogy elsősorban ők válnak nevetségessé, vagy ha nem is nevetségessé, hanem olyanokkal, akiket sajnálni kell, mert sajnos az ilyen emberek, az ilyen típusú emberek egyébként is amikor egymásra vigyáznunk kellene, vagy védeni kellene önmagunkat és másokat, az ilyen hozzáállású emberek okozzák a problémákat akár a közlekedésben is. Tehát a közlekedésben is a biztonsági használata, vagy hogy ne telefonáljunk vezetés közben, ne cigarettázunk vezetés közben, tartsuk be a szabályokat, ezek mindig érvényesek és mindig kötelezőek, csak hogy már hozzászoktunk ahhoz, hogy napi jelentést kapunk balesetekről szomorú esetekben, a halálesetekről, vagy a nagyon súlyos balesetekből, de azt hiszem, hogy most bebizonyosodik az is, hogy talán erről is többet kellene majd beszélni, hogy mik a fő okok, tehát milyen okokból következnek be ezek a balesetek, amik elkerülhetők lennének, és hát itt is látszik, hogy, a, hogy a, azokban a közösségekben, azokban a társadalmakban, ahol a fegyelmezettség, a szabálykövetés erősebb, ott mennyire enyhébb lefolyású volt eddig is ez az egész Vészhelyzet. Tehát én nagyon kérek mindenkit, hogy se vagánságból, se információhiányból fakadóan ne próbáljon, meg, ne próbáljon meg másokat abba az irányba terelni, hogy ezt nem kell komolyan venni. Mindig jobb, ha egy picit komolyabban veszük, mintha, mintha egy kicsit komolytalanabbá tennénk ezt az egész helyzetet, hogyha már eddig ezt elfogadtuk és az élet bizonyította azt, hogy helyesen tettük, akkor ezen már ne roncsunk. Tehát, hogyha már eddig ilyen jó eredményekkel tudtuk ezt abszolválni, akkor most már a későbbiekben ezen ne roncsunk. Én ezt szeretném kérni mindenkitől. Mi a vészhelyzettől függetlenül, illetve a vírushelyzet alakulásától függetlenül próbálunk minden biztonsági intézkedés betartva a kapcsolatainkra, a társadalmi kapcsolatainkra odafigyelni, például a 90 évnél idősebbekhez ugyan nem tudok személyesen elmenni, de mindenkihez eljutottunk egy kis ajándékcsomagot, egy kis kedvességet. Azt hiszem, hogy az idősebbeknek nagyon-nagyon nehéz most már több hét után otthon maradni, különösen a legidősebbeknek, és jó, ezek az apró gesztusok, ezeket szeretnénk továbbra is fenntartani. A születésnapos levelekkel is igyekszem kedveskedni mindenki felé, és azt éreztetni, hogy mindenkire odafigyelünk. Sajnos az újszülötteket nem tudtuk a hétvégén köszönteni, ugye, akik a tavalyi második felében születtek. Viszont a kollégáimmal elültettünk egy, egy almafát, amelynek a, a gyümölcseiből remélhetőleg majd sokan részesülnek majd a következő években, évtizedekben. Ez most egy szimbolikus almafa ültetés volt. A, minden gyereknek szóló faültetést és köszöntést, azt, hogyha a, az élet engedi, a sors engedi, akkor, akkor ősszel a, az idei év első felében született gyerekekkel együtt ö, megtesszük majd, illetve az ő családtagjaikkal, szüleikkel meg fogjuk tenni. Ha már születésnaposaknál tartunk. Ugye, ö, hagyj említsem meg ö, ö, Feldman Lászlót és Feldman Jankát, tehát Laci kollégám, közvetlen kollégámnak a születésnapja volt hétvégén. Én pénteken, amikor itt voltam reggel, akkor őt külön így nem említettem, de azt hiszem, hogy megérdemli, mert születésnaptól függetlenül aznap is egész nap dolgozott, és nagyon sok segítséget nyújt nekem, és az egész városnak. És hát a Jankáról pedig különösen beszéljünk. Ő, ő a mi kis angyalunk ebben a városban. Ugye ő, ő, Pénteken volt, egy pontosabban szombaton volt egy éve, hogy megszületett, és aztán néhány nappal ö, rá jött a dráma, amikor itt imádkoztunk az életéért, és küzdöttek az orvosok a, a, az ő kis fiatal életéért, és most már egy éves Janka. Ez a magyar, az orvostudománynak és a magyar kardorológének egy nagy vívmány és nagy ö, sikere volt, hogy Jankát sikerült megmenteni, és hát most már egy éves, úgyhogy örülünk neki azt hiszem, hogy ilyen dupla húsvétot ünnepelhetünk, mert uh, ugye jó egy héttel ezelőtt Jézus feltámadásának uh, örülhettünk és uh, ünnepelhettük, és hát valahol Jézushoz hasonlóan Janka is visszajött, itt van közöttünk, és bizonyítja azt, hogy az életnek van igazából uh, létjogosultsága. <kül> Úgyhogy a vírussal szemben is azt hiszem, hogy csoportosan és közösen is ugyanígy fogunk diadalmaskodni. Tehát odafigyelünk a társadalmi kapcsolatokra figyelünk egymásra. Mindenki próbálja meg a családi ünnepeket, amennyire lehet otthon megünnepelni, biztonságot betartva, ezt ne felejtsük el, és azt hiszem, hogy közelebb kerülünk egymáshoz ebben az időszakban lelkileg mindenképpen, még hogyha a testi távolságot tartani is kell egymástól, de ezt a lelki közösséget, ezt a lelki közelséget ezt igyekezzünk fenntartani, és hogyha, hogyha túl vagyunk ezen, akkor szerintem ebből folyamatosan egészében tudunk majd merítkezni. Vannak felajánlásaink, és vannak apró ö, információk még, amiket szívesen megosztanék, de holnap is van nap, jövök holnap, remélem, hogy ö, elsősorban jó hírekkel szolgálhatok majd. Én azt kívánom, mindenkinek legyen szép a napja, legyen biztonságos a napja, és készüljünk arra, hogy amikor túljutunk mindezen, akkor együtt hogyan tudunk majd egyszer világot építeni. Én nagyon szép napot kívánok mindenkinek, és örülök annak, hogy a hétvégén ilyen jól betartottuk a szabályokat, és, és azok a döntések, amiket meghoztunk, azok a többség számára nem csak elfogadottak voltak, hanem hanem kedvesebb és könnyebbé tették a hétvégéüket. Köszönöm szépen a mai lehetőséget, még egyszer szép napot, biztonságos napot kívánok mindenkinek. Még mielőtt elbúcsúznánk azért pár gondolat, ugye már csak azért sem szabad, hogy lankadjon a figyelem, mert a helyi híreink között szerepel egyébként a dr. Halász Géza Szakorosi Intézet laborjának vezető orvosának a gondolatait idézzük, hogy 4%-ra tehető azért a a betegnek, tehát azon emberek száma, akik tünetmentesen, akik tünetmentesen nem van, is van. tudják, hogy hogy hordozói lehetnek a vírusnak, és ezért is fontos ugye a betegségek kísérése. Így, így van, ez továbbra is így van, mindenki úgy tekintse, hogy hogy a valószínűleg abban a 4%-ban benne van, vagy jó eséllyel benne van, aki fertőzött, vagy fertőző lehet. Ezért vegyük nagyon komolyan továbbra és Köszönöm szépen. És akkor így szeretném kicsit átkötni a szájmax viselésének kötelezővé tételére, ugye a kereskedelmi egységekben, és akkor a kereskedelemről a hétvégi önkormányzati döntésről érkezett telefonhívás. Egyrészt, hogy nagyon örvendes, nagyon jónak találják a gondolatot és a bevezetett rendeletet a hétvégére, és kérdezik, hogy fenntartható-e, illetőleg ezt be lehetne vezetni a hét többi szakára. Érintőlegesen beszéltünk már erről, de akkor most erősítsük meg. Igen, azt erősíteném meg, hogy rendelkezés szerint nem kötelező, de a fenntartását én szükségesnek tartom. Ha már mindenkinél azt hiszem az elején valamilyen mondattal kezdtem, és akkor ezzel zárnám is, és meg is erősíteném, hogy nagy valószínűséggel mindenki rendelkezik már maszkal, akkor most már használjuk, tehát a, a hét további napjain is, de ezt nem, fogják, nem fogja sem a rendőrség, sem a köztelett felügyelet ellenőrizni, ez közös érdekünk, ugyanúgy, mint ahogy a, a biztonságévet használjuk és vigyázunk minden óvintézkedésre, illetve betartjuk a szabályokat a közlekedésben, akkor most már ezt is jól lenne betartani. Én úgy látom, hogy körülbelül két hétig, két-három hétig kellene ezt folyamatosan tartanunk. Tehát a maszk használatát, Ajánlatosnak és szükségesnek tartom az üzletekben szolgáltatások igénybevételénél egész héten folyamatosan, azonban ez most rendeletileg nem kötelező, de ajánlott, és ezt külön kérném mindenkitől, hogy, hogy ezt a szabályt továbbra is tartsuk be. Egyébként volt olyan panasz egy-két nagyobb üzletnél, tehát most a nagy üzleteket akár említhetem is, mert Tesco vagy Penny Market, ahol állítólag elfogyott a maszk, én azt gondolom, hogy nem jól kezelték az első körben, tehát elég szabadon lehetett hozzájutni a maszkhoz, és ha nem is kötegével, de négyesével, ötösével vitték el a maszkokat az emberek, és amikor már fogytán volt, akkor ö, változtattak ezen, is a biztonsági ember kezdte elosztani. Egyébként Dabasváros önkormányzata 2500 darab maszkot juttatott el az üzletekhez, tehát mi igyekeztünk a segítséget megadni, és és technikailag is lehetővé tenni azt, hogy valóban mindenkinél legyen maszk. A továbbiakban is megpróbálunk ebben segíteni, hiszen a Kínából testvérvárosból elküldött 30 ezer maszk mindegyike megérkezett, ebből 10 ezer darab maszkot mi már szétoztottunk, most rendelkezésre áll még 20 ezer, közel 20 ezer darab maszk, továbbra is az egészségügy, a szociális ellátórendszer élvez prioritást, a nagy foglalkoztatóknak is segítünk természetesen, és az élelmiszerláncok vagy az élelmiszer üzletekben ö, szívesen adunk még továbbra is, de azért jó lenne ezzel jól gazdálkodni, tehát most már elvileg mindenkinél kell, hogy legyen maszk. A feltöltlenítő szereket illetően is folyamatosan kapunk felajánlásokat. Az a védőruha, amiről korábban beszéltem, hogy 60 darabot megkaptak az idősek otthonani, 20-20-at, illetve a családsegítőközpont, tehát gyakorlatilag ebben az ellátó rendszerben dolgozók, Tetőtől talpig fel vannak szerelve védőruhával, és ezzel is garantálni tudjuk azt, hogy ha ne Isten valami probléma adódik bármelyik területen, akkor ezt meg tudjuk fékezni, vagy gátat tudunk szabni neki. Holnap akkor folytatnánk a felajánlásokról, és beszélnék szívesen, mert sok felajánlás van, amit ezért is hálásan köszönök és hát, minden, mindenkinek köszönöm a fegyelmezettségét, és továbbra is kitartásra bíztatok mindenkit, szép napot kívánok. Tehát egyéb intézkedések 9 és dél között a 65 évnél idősebbek. Most még igen, vásárolni. igen, ez így van, tehát dél, délig, igen, így van, 9 és dél között a 65 év felettiek vásárolhatnak, most a hét köznapi napokon, a hétvégén újra visszatér majd, de majd arról újra beszélni fogunk. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük, Összegi Zoltán volt a vendégünk, Dabasváros polgármestere. Szép napot kívánok!